Köszöntöm közéleti magazinunk nézőit! Bemutatta a Fidesz-KDNP azokat a jelölteket, akikkel a Szekszárdi helyhatósági választáson indulni kívánnak október 13-án. A pártszövetség továbbra is Ács Rezsőt jelöli a polgármesteri székbe. Az elmúlt ciklushoz képest 5 új jelölt vág neki a megmérettetésnek. Egy választás elindul, akkor azért fontos, hogy az ember egy kicsit visszatekintsen. 5 év, hogyha azt tekintünk, hogy mi lesz 5 év múlva, azon távolinak tűnik, de visszatekintünk, hogy milyen volt az az 5 év, ez meg olyan gyorsan elment. Én azt gondolom, hogy Szekszárd város életében nagyon sikeres 5 év volt. Így értékelte az előző ciklust Horváth István, a választókerület elnöke. Azt mondta, az előző 5 év a tervezésé, a most következő a megvalósításé lesz. A Fidesz-KDNP jelöltjei, Ács Rezső polgármester úrral szeretnék folytatni a munkát. Tehát azt a kiszámíthatóságot, a stabilitást, a nyugodt közéletet és a közhangulatot, valamint a nyugodt építkezést, azt szeretnénk folytatni a városban, illetve a város környékén is természetesen. Annyiban lesz más talán a következő 5 év, hogy 5 új képviselő jelöltel indulunk neki a választáson a 10-ből. Itt szeretném köszönetet mondani azoknak a képviselőknek, az elmúlt időszakban akár 20 éve vagy 5 éve is végezték a munkát. 5-en már nem vállalták a következő 5 évet. Ács Rezső, a város jelenlegi polgármestere, folytatná a megkezdett munkát. Ő 1998 óta részese a város közéletének. Elkölcsi kötelesség azt, hogy vállaljuk a következő 5 évre is a megmérettetést, és azt a munkát tudjuk folytatni, amelyet elkezdtünk, hiszen nem titok, hogy az elmúlt 5 évben nagyon sok olyan terv elkészült itt a városban, amely a következő időszakban fog majd beteljesedni, hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy az a fajta bizalom, amelyet 2014-ben megkaptunk képviselőjelöltek, és megkaptam én is, mint polgármester jelölt, ez kötelez bennünket arra, hogy 2019. október 13-án újra megméressük magunkat. Én azt gondolom, hogy az a fajta egység, amelyet tudtunk sugározni, és tudtunk jó döntéseket hozni a szekszárdiak érdekében, az a fajta munka, ez akkor fog teljesen működni a következő időszakban is, hogyha 10 képviselőjelöltből 10-et meg fogunk tudni nyerni, és akkor tulajdonképpen egy jól működő közgyűlés lehet. A képviselőtestületi csoport fele megújul, így több feladat hárulhat majd azokra, akik jártasabbak az önkormányzatiság mindennapjaiban. Remélem, hogy az újaknak is tudok majd segíteni, és a régiek lelkesedését át tudjuk a számukra is adni. Én 13 éve vagyok már ebben a körzetben képviselő. Nagyon szeretem ezt a körzetet, eszembe se jutott, hogy más körzetben kellene indulni. Nagyon sok embert személyesen is ismerek, és ezt a munkát szeretném folytatni, amit már 13 éve alpolgármesterként, képviselőként is végeztem, de tulajdonképpen már 17 éve vagyok képviselő. Igazából nem új kihívás, mert itt lakom, ebben a térségben lakom, itt a téma az utcán hever, tehát a mostani körzetemben mindig a lakók kerestek meg, és hívták fel a figyelmemet a problémákra, és utána mentem én megnézni, hogy valóban mi a helyzet. Természetesen bejártam a körzetet, tehát minden utcát, szinte minden házat ismertem, de itt úgy érzem, hogy olyan szempontból egyszerűbb a dolgom, hogy naponta találkozom a térségben lévő problémákkal, és az emberekkel is. Ez egyfajta kihívást jelent számomra. A város legnagyobb választókerülete, egybefüggő, a legnagyobb területen fekszik el, nagyon sok ember lak, más is lakik ennyiben, csak nem ekkora területen, és ezen a területen nagyon sok olyan tudnék javítani az életminőségen, ami áll az utak, járták, közterületek állapotából, és én úgy gondolom, hogy jó képviselője tudnék lenni az ott lakóknak, látva a problémákat nyitott szemben járva, és nagyrészt tudom a megoldást, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és ezt szeretném kamatoztatni. Folyamatosan járva a városrészt ismertem és tisztában voltam a gondokkal, problémákkal, a képviselőnek való megválasztásom után még fokozódott ez a dolog, természetesen még jobban megismertem a körzetet. Hát ez valamilyen szinten előnyt is jelent is, meg hátrányt is, de egyébként annak örülök, hogy olyan emberekkel tudtam közelebbi kapcsolatokat kialakítani, most idézőjelben mondom, és a legnagyobb tisztelettel, hogy nem csak néznek, hanem látnak is, és ővelük együtt összefogva nagyon-nagyon sok mindent fel tudunk deríteni, meg tudunk oldani. A Fidesz-KDNP együttműködés alapján a kisebbik koalíciós párt városi elnöke is a jelöltek között van.
Máté István az előző ciklusban is dolgozott a városért. Úgy érzem, hogy sikerült nagyjából elsajátítanom megszerezni azt a tudásanyagot, ami ahhoz kell, hogy az ember felelősen tudjon részt venni egy város irányításában. Meg a közéletben is sikerült olyan szertágazó ismeretségi körre szertennem, ami lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban is alkalmazzam ezeket a megszerzett tudásanyagokat. Én ezt szeretném folytatni, és a következő 5 évben kiteljesíteni ezt a folyamatot. Az indulók fele új és hölgy. Kiszné Huszár Dóra azt mondta, itt az idő, hogy bebizonyítsák szakértelmüket és rátermettségüket a politikában is. Manapság egyre felkapottabb téma az, hogy a nők szerepelése akárhol is, akár a közéletben is, és én is fontos dolognak tartom azt, hogy minél többen képviseljük magunkat. Vezetőként egyre több nőt látni már vállalatok élén, akár már országok élén is, és ugye ez begyűrűzött már lassan mindenhova. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megmutassuk azt mi hölgyek, hogy anyaként, feleségként és vezetőként is helyt tudunk állni, akár egy körzet élén, akár egy emberi csapat élén, akiknek a segítségére tudunk lenni. 2 éve dolgozom a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat Egyesületnél. A társadalom legkülönbözőbb rétegeihez jutottam én, és úgy érzem, hogy ezt a munkát szeretném egy még szélesebb körbe folytatni, és ezt a segítségnyújtást, eddig a családokat képviseltem, most pedig széles körbe szeretnék egy nagyobb közösséget képviselni. Szeretném megmutatni, hogy képes vagyok megújulni, képes vagyok sok mindenre, sok különböző feladat megismerésére és elvégzésére. Elvárom magamtól, hogy a körzetem lakóit megismerjem, őket a munkámmal segítsem, ezen felül a város életének a felvirágoztatására a munkámat, a hozzátett saját munkámmal segíteni tudom. 2 új férfi tagja van a csapatnak, s mindketten már jártasak a közügyek intézésében. A 14-ben megnyert választások után, mint gazdasági bizottság tagjaként, külsős tagjaként számos olyan döntésbe hoztunk részt, illetve vettem részt, ami a város életében egy rendkívül fontos és megalapozott döntéseken nyugvó döntéseket hozott, illetve olyan eredményeket, ami a város életében azt gondolom, hogy megfelelő színvonalra és megfelelő szintre emelheti az itt élő embereknek a komfort érzetét, illetve a munka vagy egyéb családi állapothoz való hozzáállását. A közszolgálat az életem, hiszen a megyei önkormányzat köztisztviselőjeként a megye településeinek a gyarapodásáért, a közösségeknek a javára végeztem eddig is a munkámat. Másrészt pedig civilként is sokszor veszek részt a barátaimmal olyan akciókban, melyekkel a rászorulókat tudjuk például segíteni egy-egy jótékonysági akció keretében, faültetéssel például, vagy egy jótékonysági bál megszervezésével, hiszen azt gondolom, hogy ez a képviselőjelöltség is nagyon közel áll ehhez a szférához, hiszen itt is a közösség javára tudunk majd tenni, hogyha a választópolgárok a bizalmukkal megtisztelnek bennünket. A pártszövetség augusztus 24-én kezdi meg a kopogtató cédulák gyűjtését, amit szeptember közepéig folytat majd. Még mindig keresik a dunai hajóbaleset utolsó dél-koreai áldozatát. A rendőrök a vízügy munkatársaival, polgárőrökkel és vadászokkal kedden Bajánál, a Gemenci erdő térségében folytatták a kutatást. Egész nap motorcsónakkal keresték a rendőrök a május 29-i dunai hajóbaleset utolsó áldozatát a folyó Baja menti szakaszán. A kutatásban keresőkutya polgárőrök, a vízügy szakemberei és vadászok is részt vettek. Ma egy 18 km hosszú partszakaszt vizsgálunk át, egyrészt a dunai vízirendészet közreműködésével hajóról a vízről, illetve a parttól egy 60-80 méteres szakaszon a víz elvonulta után ott maradt úszadék között keresünk a még eltűntként keresett egyetlen dél-koreai hölgy áldozatot. A
kora délután a Dél-Koreai Köztársaság Budapesti Nagykövetségének katonai attaséja is a helyszínre érkezett, ételt vitt a keresésen dolgozóknak, és köszönetét fejezte ki nekik a több mint 2,5 hónapja tartó munkájukért. Meg szeretném köszönni a magyar kormány, a magyar emberek és elsősorban a magyar rendőrség munkáját, amit az elmúlt hónapokban végeztek, annak érdekében, hogy a tragédia valamennyi áldozatát megtaláljuk. Számunkra ez nagyon fontos, addig nem hagyjuk abba a keresést, amíg az eltűnő teste elő nem kerül, mondta a dél-koreai katonai attasé. A kutatásban résztvevők arra számítottak, hogy a még eltűntként nyilvántartott dél-koreai nő holtteste a partmenti úszadékon vagy egy homokzátonyon akadhatott fenn. Korábban történt már hasonló, messze a baleset budapesti helyszínétől. Június 3-án a Bács-Kiskun megyei Hartánál találták meg a hableány egyik utasának holttestét. Az áldozat egy 60 év körüli ázsiai férfi volt. Egy használaton kívüli rakodóhajó egyik láncán akadt fent. Ez a terület több száz méterre található attól a partszakasztól, ahol a rendőrök ki tudták emelni a férfit a vízből. Egy festő épp a helyszínen dolgozott, az egész jelenetsort végignézte. Annyit láttunk már, hogy onnan feljebb fenti részről húzzák le a rendőrmotor csónakkal a holttestet. És ugye kiemelték, kiúzták, letakarták. A baleset óta a Duna déli szakaszán a rendőrség 24 órás ügyeletben folyamatosan kutat az utolsó áldozat után. Ezek a felvételek a Szent László hídon készültek, itt is folyamatosan szemlézik az egyenruhások a folyót. Gyakorlatilag folyamatos a keresés a Budapesttől délre eső szakaszon egészen Magyarország határáig. A mostani keresés is a határig fog tartani, mármint az a tüzetes átvizsgálás, ahol a rendőrök munkáját vadászok, polgárőrök segítik, keresők, ugyan ez a drónus egység is részt vesz a keresésben. Az utolsó áldozat holttestét mindenképpen meg akarják találni a koreaiak. Az ottani kultúra szerint ugyanis a családja csak akkor tudja lezárni a gyászt, ha eltemették a még eltűntként nyilvántartott nőt. A dunai hajóbalesetben 25 dél-koreai utas és a hajó 2 fős magyar legénysége vesztette életét. Táborozó gyerekeket láttak vendégül kollégáink a Tolnatáj Televízió szekszárdi székhelyén. A gyerekek a helyi humán szolgáltatóközpont napközis táborának részeként látogattak el hozzánk, és mindent kipróbáltak, ami ahhoz kell, hogy műsorokat gyártsunk önöknek. Voltak, akik még a műsorvezetéssel is megpróbálkoztak, mások pedig a kamerákat kezelték, vagy éppen a vezérlőterem eszközeivel ismerkedtek meg. A tűzoltók munkája nem könnyű. A műsorvezetéssel ismerkedtek. Stúdiónkban Angelika, ő volt az egyik legbátrabb gyerek, azonnal kipróbálta, milyen is a kamerák előtt dolgozók munkája. Rajta kívül még 17-en vettek részt a szekszárdi humánszolgáltató központ nyári napközis táborában, aminek a szerdai napján a csoport a Tolnatáj Televízió szekszárdi szerkesztőségébe látogatott el. Felolvastuk a szöveget, és az is olvasnunk kellett, és vett minket a kamera, és volt egy főkamera, ahol a szöveg látszott, és onnan kellett leolvasnunk. A kezdeti megilletődöttségen és a lámpalázon hamar túl lendültek a műsorvezetéssel próbálkozó gyerekek. A legtöbben néhány perc alatt belejöttek a súgógépen megjelenő szövegek olvasásába. Nagyon furcsa így az elsőbe, de utána be lehet jönni. Bele lehet. Közelítek és távolítani a kamerát. A műsorvezetés mellett a gyerekek a stúdióban használt kamerákat is kipróbálták, ezt is nagyon élvezték, de a legnépszerűbb mégis a nézők által sem látott vezérlőszoba volt. A műsoraink gyártásában résztvevő kollégáink itt állítják be, hogy pontosan milyen képek és hangok jelenjenek meg az otthoni televíziókban. A zöld háttér előtt felvett anyagok itt kapnak színes és mozgalmas hátteret, és a riportok közbeni és közötti feliratok és elválasztó szignálok is innen származnak. Gyorsítottam a feliratot, hát kameráztam ott kint, és még itt néztem, mit csinálnak, rájöttem, hogy itt lehet bármit csinálni. A Tolnatáj Televízió nem most először látott vendégül táborozó gyerekeket. A szekszárdi humánszolgáltató központ szervezésében egész nyáron érkeznek ide diákok. A német nyelvvel és a kultúrával ismerkedtek meg azok a diákok, akik részt vettek a szekszárdi DNS Valéria általános iskola nyári nemzetiségi napköziében. A napközis tábor szervezői főleg az alsó tagozatos szókincset tanították a gyerekeknek játékos formában, de kirándulást is szerveztek svábok lakta településekre. Oké, okay, ich sage erste Klasse. 5.
A számmal megjelölt lufit kellett megtalálniuk a táborozó gyerekeknek. Rengeteg ehhez hasonló játékos programon vesznek részt az egyhetes német nemzetiségi napközi ideje alatt a szekszárdi DNS Valéria általános iskolában. Hogy is mondjam? Németül beszélgetünk, átismételjük a szavakat, mert én mindent el szoktam felejteni. Köszönöm tanzni, ha? Und ich gebe den Menschen Fleisch. A foglalkozások általában, ugye ahogy mondtam korábban már, hogy az alsó szóként se épülnek, de azért ott vannak az egyszerű beszéd szituáció, hogy hívnak. Mi a nev, hány éves vagy, hol laksz, mi a hobbid, és így tovább. Tehát ezeket a dolgokat már az elején úgy bevezetjük, hogy a gyerekek már ezzel játszanak, különféle ismerkedős játékokon keresztül, de a későbbiek folyamán például ma már, már pantomim játékkal például őnek is vásárolni kell, az egyik irányítja, elmondja, hogy mit kell vásárolnia, a másik pedig megvásárolja azt a portékát, természetesen ehhez van rengeteg eszközünk, amiket ilyenkor bevetünk ezekhez a játékokhoz, tehát mindig mindent megpróbálunk élethűen, tehát szituációhoz illeszteni, hogy a gyerekek, hogyha esetleg akár elkerülnek külföldre, szüleikkel egy nyári szünetben, akkor ezt a beszéd fordulatot ott is alkalmazza bátran. Én azt gondolom, hogy itt a táborban a kommunikációs nyelv elsősorban a német, tehát már nem fogja őket váratlanul érni a német óravezetés, és hát itt augusztus közepe fele egy nagyon jó ismétlést kapnak, egy nagyon jó palettát a tanult szókincsből, amit nagyban kamatoztatni fognak majd az évelei ismétléseknél. Ezen kívül én azt gondolom, hogy a nyelv szeretete nagyon-nagyon fontos ebben az életkorban, a motiváció, és füzetek és tankönyvek nélkül használhatják, tanulhatják ezt a nyelvet, ami mindenképpen motiváló ennek az életkornak. A gyerekek közül többen már évek óta visszajárnak a napközis táborba nyaranta. Azt mondják, az itteni programoknak köszönhetően szeptemberben sokkal könnyebben boldogulnak az iskolapadban német órákon. Itt van két osztálytársam, és velük nagyon jól el vagyok meg, hogy nagyon sokat beszélünk németül, mert olyan helyeken voltam eddig, ahol csak angolul tudtam beszélni, és így most nem felejtem el teljesen. A Libelle Német Játszóház Egyesület tagjai 9 éve szerveznek napközis tábort általános iskolásoknak Szekszárdon. A programok legtöbbje játékos formában zajlik, de úgy, hogy közben a gyerekek minél több német szót és kifejezést tanuljanak. Ezek mellett pedig a német kultúrával ismerkednek a táborozók. Voltunk ugye Sommereken, ahol megnéztünk egy tájházat, illetve Bonyhádon, ahol megnéztünk egy múzeumot, ahol volt rengeteg makett tájházakról. Minden alkalommal mindig teszünk bele egy kis német hagyományőrzést. Tájházba látogatunk, pont tegnap voltunk kirándulni Sombereken, visszafele Kakasdon megnéztük az Ulmerschachtelt, a kishajót, és akkor természetesen ilyen jellegű foglalkozások is vannak, de általában ezeket is német nyelven végezzük. Napközis tábor jellegben dolgozunk, reggel 7:30-tól 4:00-ig tartózkodnak itt a gyerekek, a szülők igényeihez alkalmazkodva, hiszen igen nehéz megoldani nyáron is a gyerekeknek az elhelyezését, és akkor 8 óráig érkeznek meg a gyerekek, olyankor mindig egy kis könnyű táncos mondókás bemelegítéssel kezdünk, és jönnek a foglalkozások, napi 3-szori étkezéssel, 4 óra után távoznak a gyerekek. A német nemzetiségi napközis táborban idén több mint 30 általános iskolás diák vett részt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!